van szerelem, van szeretet, és mindig volt, és mindig lesz. Szerintem ez a tanulság, hogy ebbe kell hinni, vagy ebbe én tudok hinni. Martin Huba számos alkalommal rendezett már klasszikus műveket a Komáromi Jókai Színházban. Ezúttal William Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiáját állított a színpadra. Bemutató március 24-én. A Romeo és Júlia, de Shakespearenek talán az összes darabja, szerintem kortalan, időtlen, tehát mindig aktuális lesz, éppen azért, mert abban az időben, amikor kialakult ez a színházi forma, vagy a színháznak ez a fajta működése, akkor a nézőknek az összetétele nagyon heterogén volt. Tehát jelen volt a pornép is, jelen voltak az udvari nemesek, akár a királynő is jelen volt. És éppen ezért olyan darabokat próbáltak írni, ami a társadalomnak a minden rétegét kielégíti. És ez szerintem nagyon szépen megfigyelhető itt is, ebben a műben. Nagyon szeretem ezt a szerepet, és szerintem szeretni fogom, mert én valahogy nagyon szeretek szerelmes szerepeket játszani. Én nekem ez... Mert nekem ennél nagyobb dolog még nem volt az életemben, hogyha most nem arra gondolok, hogy milyen szerepeket játszottam, hanem én, mint Judit, a szerelemnél nagyobb dolog velem még nem történt, vagy szebb dolog. Igen, hogyha majd remélem, hogy lesz gyermekem, akkor biztos az lesz a legjobb, vagy által azt mondják, hogy a nőnek az a legnagyobb dolog, hogy annál az még a szerelemnél is nagyobb. De nekem még ez nem volt meg, úgyhogy akkor nekem ez a legjobb. És akkor erről játszani, és ezt még megélni a színpadon, hát nem tudom, nekem ez nagyon jó. Attól függetlenül, hogy ez egy nagyon nagy öröm, ezen felül még egy hatalmas kihívás, és nagyon nagy felelősség arra, hogy ilyen fiatalon, vagy mint harmadéves főiskolás hallgatóként rám mertek bízni egy ilyen szerepet. Romeo egy nagyon sokrétű és egy színes karakter, még hogyha az első olvasása, vagy az embernek, hogyha amikor először elolvassa a művet, az ember úgy tűnik, hogy egy egysíkú szereplő, aki végig fut Júlia után, és csak a vágyai hajtják, és a nagy szerelmes, a hős szerelmes, de minél inkább belássa magát az ember, és minél inkább elkezdi más szemszögből is figyelni a karaktert, rájön, hogy igazán sokrétű és érdekes, sokszínű figura. Pre mňa ako pre starého človeka. Pretože my starí tiež svojím spôsobom cítime zodpovednosť za život mladých a pamätáme sa, ako veľmi sa starí ľudia, starší ľudia, či už to boli priamo rodičia alebo starí rodičia, podpisovali na našom šťastí alebo nešťastí. Tým, že starší ľudia prirodzene a logicky dlhšie žijú, mali aj viac príležitostí sa pomýliť. Nie každý sa vie zo svojho omylu dostať kultivovaným spôsobom. Väčšina ľudí svoju chybu chce napraviť tak, že robí ďalšiu chybu. A tak sa stane, že mladí, čistí ľudia sa často ocitnú v dosť zašpinenom svete. Náš príbeh práve pojednáva o takejto situácii. Je to konfrontácia čistej, možno až naivnej lásky, ktorá je konfrontovaná s realitou života. Én is akartam bűvös lenni, tud! De te váratlanul tanulja lettél szerelmi sóhajomnak. Hát, bocsánat! Én úgy gondolom, hogy mindenki kicsit máshogy érti a szerelem első látásra. Hát azt látja Júlia a Romeo szemében, és Romeo Júlia szemében, én így gondolom. Hogy nagyon szereti, és már ismeri. Szóval minden hibájával együtt, vagy minden kicsi dolgával együtt egyszerűen szereti, és ismeri, és meg tud bízni benne. És ezt abszolút látja a másikon is. Úgyhogy szerintem ez a szerelem első lát. Én így képzeltem el mindig is, hogy ez így van. És szerintem ez pontosan megvan írva ebben a darabban. De hogyha tényleg így kérdezed, hogy az én életemben ilyen még nem volt. Ale myslím si, že môže existovať láska na prvý pohľad, ale je to veľmi háklivá situácia. Je veľa teórií o tom, čo by sa stalo, keby Romeo s Júliou nezomreli. Ja väčšiu istotu pociťujem vo vzťahu, ktorý nenastane na prvý pohľad, ale ktorý nastane na základe spoznávania sa a možno čiastočne vzájomného obdivu, ale
Hlavne spoznávanie sa v rôznych situáciách, ktoré život prináša. Dokonca, keď už chcem byť veľmi skeptický, tak si myslím, že najpevnejšie vzťahy a najkvalitnejšia láska môže nastať medzi dvomi sklamanými jedincami, ktorí si tým, že sa stretnú, navzájom pomôžu. Én is pont az esküvőről akartam szólni. Not kezdeném az én történetemet a rendező úrral kapcsolatban, hogy ő szlovákul instruál, szlovákul magyarál, szlovákul beszélget, én meg egy szót nem értek szlovákul. Tehát így nehezebb volt nyilván az indítás is, viszont egy nagyon nyitott személyiséggel találkoztam, egy nagyon magával ragadó energiával és egy nagyon nagy vehemenciával, ami engem magával vitt az első 2-3 hétig, amikor ültünk az asztalnál és mondatról mondatra elemeztük végig a darabot, a karaktereket, a jellemeket, a viszonyokat. Ő megkövetelte a legelejétől, hogy a színész ne féljen hallani a saját hangját, ne féljen belülről és őszintén és nagy hanggal beszélni, próbálgasson, és mindig figyelmeztetett rá minket, hogy ez még nem a végső cél, tehát ne ijedjünk meg, hogyha valami nem sikerül. Lássuk magunk előtt a célt, és legyen egy kitűzött cél, ami után tudunk szaladni, ami után tudunk futni, és remélhetőleg a premier napjáig sikerül eljutnunk odáig. Mivel én egy szavát ugye nem értem, ezért nekem sokszor kellett fordítani, de ő neki nagyon erőteljes a gesztikulációja, meg minden, tehát hogy lehet olvasni őt, mint embert, még akkor is, hogyha nem egy nyelvet beszélünk, és ez azért sokat segített a köztünk lévő kommunikációs nehézségek áthidalásán. Szabad kezet ad abban, hogy az ő általa előre elgondolt, vagy előre kimunkált jelenetek, azok nem feltétlen kell, hogy úgy nézzenek ki aztán, ahogy ő azt eleinte szerette volna, hanem hogy mondjuk belevihetek én is a saját életemből, vagy a saját gesztusrendszeremből, vagy a saját akaratom által bármi olyasmit, ami az nekem inkább segít. Tak musím sa priznať, samozrejme trošku to komplikuje situáciu, ale pre mňa je tá situácia, by som povedal, priateľná tým, že vlastne 90% kolegov, s ktorými komunikujem na javisku, tak vedia po slovensky. Plus to, že mne nekonečne kombinuje herectvo Maďarov a to je úplne jedno, či sú to Maďari, ktorí žijú na Slovensku, alebo Maďari, ktorí sú z Maďarsku. Proste je to mentalita veľmi nekonvenujúceho herectva, dosť by som povedal takého emotívneho, ale čo je veľmi zvláštne na maďarskej mentalite, že oni, keď sú v emočnom vzruchu, logicky argumentujú. U nás je to trošku iné u Slovákov. My v emočnom vzruchu trošku s tou logickou argumentáciou vieme mať problém, preto pre nás u nás je dôležité, pokiaľ chcem logicky argumentovať, strážiť emočný vzruch. U Maďarov je zvláštne, že emočný vzruch narastá a tým Bas Sorkáňoš narastá aj schopnosť logickej argumentácie. A to sa mi na herectve veľmi páči, lebo Shakespeare tento druh vnútorného pocitu potrebuje. Martin Huba az elejétől kezdve azt kérte tőlünk, hogy ellene menjünk ennek a pátosznak, és ellene menjünk ennek a hatalmas lírának, hogy az egész úgymond hétköznapi legyen és hihető legyen, de ugyanakkor az érzelmeknek ugyanúgy bennünk dúlnia kell. És nagyon sok humor, és vidámság, és energia, és boldogság és szerelem van ebben a darabban. Szerintem a rendező Martin Huba is erre törekszik, hogy ez a lendületessége, a humora, az úgy nagyon ott legyen. És remélem, hogy sikerülni is fog. Nagyon klasszikus, mert ez egy nagyon klasszikus darab. Bizonyos karakterek egy kicsit élőbben vannak fogalmazva. Hogy egy kicsit maivá, meg élőbbé tegyük, szerintem ezek igenis fontosak, ezek a miniatűr kis háttértörténetek, amiket, hogyha az ember észrevesz, akkor attól ő, mint néző, jól fog érezni magát, mert azt mondja, oké, ez egy kicsit le van porolva, ez tök jó. Ez érdekes lehet egy középiskolásnak, aki éppen a unalmas magyar órák kellős közepén már két hete a Rómeó és Júliával foglalkozik, és akkor be kell ülni a színházba megnézni az előadást, és akkor találkozik egy kicsit izgalmasabb, fűszeresebb változattal. Én ebben nagyon bízom, hogy ez ki fog jönni.
minden emberben ott van a sötét és a fény is, hogy a Star Wars-ból idézek. Star Wars rajongók jöjjenek Romeo és Júliára.